Egyre komolyabbra fordul itthon a járványhelyzet. Az elmúlt 24 órában minden eddiginél több új fertőzöttet regisztráltak. Egy nap alatt több mint 20 ezer embernek lett pozitív a tesztje, és 69-en haltak meg a koronavírus szövődményeiben. Vikonkál Norbert, a Honvéd Kórház igazgatója az M1-en úgy fogalmazott, hogy az Omikron minden eddigi vírustörzsnél fertőzőbb, és még a falon is átmegy, ha nincs meg a kellő védelem. Éppen ezért az oltás továbbra is az egyedüli eszköz ahhoz, hogy a betegség esetén elkerüljük a legrosszabbat. Saját bőrén tapasztalta meg nemrég a koronavírus tüneteit Szukenyák Tamás. Azt mondta, ezért nem gondolkodott sokáig az oltáson. Ez miatt szerintem kerültem be a kórházba, mert a tüdőgyulladásom lett, és hát megszenvedtem. De most már elpelt pár hónap, és így hát muszáj velvenem, ez van. Hozzá hasonlóan egyre többen kérik a vakcinát a Békés megyei oltópontokon. Sokan az ismétlő injekcióért, egyre többen pedig már a negyedik dózisért mennek. Elsősorban azoknak javasolt jelenleg ennek a felvétele, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak, illetve valamilyen olyan súlyos társult betegségben, krónikus betegségben szenvednek, amely nagyobb rizikójúvá teszi számukra a koronavírus okozta megbetegedést. Miskolcon is szép számmal jöttek a páciensek, most azokat várták, akik előzetesen regisztráltak és időpontot is foglaltak. Ők gyors adategyeztetés után megkapták az ajánlott vakcinát. Javasolták az orvosok, hogy 69 éves vagyok, hogy vegyük fel az oltást. Itt már készülnek az újabb oltási akcióra, akárcsak eddig úgy ezen a héten és csütörtökön, pénteken és szombaton előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztráció után is beadják az oltást. A kórház orvosszakmai vezetője Szabó Miklós az M1-nek azt mondta, ezeken a napokon átlagosan csak nem 1000 embernek adják be a vakcinát. Nehéz megmondani, hogy pontosan mi lesz az igény, de mi úgy készülünk, hogy egy mérsékelt emelkedés lesz, tehát egy 1000 fölötti oltakozóra készülünk, mint egy 8-10 oltóponttal. Már több mint 6.345.000 vannak beoltva, többségük a második dózison is túl van. 3.567.000 pedig már a megerősítő injekciót is megkapták. 20-szor annyian halnak meg, ha nincs megfelelő oltásuk, mint ha be vannak oltva. Az oltásra buzdít a Honvéd Kórház főigazgatója is. Vikonkál Norbert kiemelte, az Omikron jóval gyorsabban és jóval több embert fertőz meg, mint a vírus korábbi változatai. A súlyos szövődményeket pedig egyedül a vakcinával lehet megakadályozni. Az Omikron nagyon erősen tényleg, hogy szoktam mondani, átmegy a falon. Tehát azt gyakorlatilag megvédeni az oltások, hogy elkapjuk a fertőzést, nagyon kicsi az esélyre. Azt a maszk képes, meg a megfelelő távolságtartás képes megcsinálni. De azt, hogy a fertőzésből baj legyen, kórházba terülés legyen, ne agyisten intenzív osztály legyen, azt egyértelműen az oltás ki tudja védeni. Szerdára több mint 20 ezer embernek lett pozitív a tesztje, és meghalt 69 ember a szövődményekben. Kórházban 3145 beteget ápolnak, közülük 164-en vannak lélegeztetőgépen.